a büntető, amelyből megvan az egyenlítés a Diós Győrnek. Lágyívelésbe, ott a csúsztatott fejes, és vezet a Diós Győr. Szabadrúgás közvetett, 38. perc, és gól! Szóval akkor Juhász óriási hibája után Kovácsik nem tud védeni, megszerzi a vezetést 28 másodperc elteltével, Prosser góljával a DVTK. Rövidre, hoppá, bepattan, vezet a DVTK. Hassani ellövi egyedül, és gól! Vezet a Diós Győr, Sesztakov. Laposan lövésre, és egyenlít a Diós Győr. Bejött a szöglet variáció. Ott a fejes, azzal szerzi meg a vezetést a DVTK-n. Berúgja Iszlai. 1-2. Elég kockázatos játék, így pedig gólhelyzet alakul ki belőle, meg is szerzi a vezetést a Diós Győr. Kijön a kapusra, gól! Tabakovics kezelheti le, Tabakovics lő, gól! A kapu, Bacsa, észreveszi-e, Bacsa, cselezi inkább, Bacsa pöccíti be, gól! Pedro a visszacsel után még egy cser, Rui Pedro, gól! Valahogy becsorog a labda a rövid sarokba, mezőköves Diós Győr 0-1. Tamás fejel, és ott van a labda, gól! Egyenlít a DVTK. Sesztakov, át a hosszúra, nagy helyzet, nagy gól, közelről fejelt a hálóba Polgár Kristóf. Három egy.
eldől a mérkőzés. Márkvárt szöglete. Jó a fejes, és gól! Rykovic fejelt! Jön az újabb diósgyőri támadás. Veszélyes beadás, és öngól! Észlai belövi, nagyon könyörtelenül, erőből a bal alsó sarokba. Polnár megemeli, oj, de nagy gól! A beadás középre, gól! Az ügyes megoldás Kistől. A beadás a sem rossz, sőt! Vezet a Diósgyőr a 28. percben Ivanovski! Még a helyzet, és a gól! Hassani a 79. perc legelején lehet, hogy eldönti az egész mérkőzést. Molnár remek csellel, aztán Tabakovicsal kényszerítőzne, Molnár! Gól! 2-1, Molnár Gábor beáll és szépít. Kis ível középre, és ott a lehetőség, gól! Egyenlít a Diósgyőr a 89. percben 0-2-ről felállva, Egerszegi a másik csere. Egy gól, és egy nagyon szép szóval. Helyzet 2-0, és ez most úgy tűnik, hogy kezd eldőlni. Molnár ugrik ki, 3-0, és ez így akkor most már eldőlt. Iszlai a labda mögött. Berúgja. 4-0. Öröm volt nézni. Új Pedro visszakapja Kis Tamás. Hatalmas helyzet. Pajovic véd. És még ott a labda, gól! Hassani, laposan Rui Pedrohoz, Rui Pedro gólt szerez. 2-0-ra vezet a Diósgyőr az 59. percben. Brukovic fejeli le, gólhelyzet, kapufa, Tabakovic kiegyenlít.